Igen. Vegyem le a cipőmé. Á, légy szíves, megtakarítottam. Légy szíves. Lélegezd be ezt a jó kis veszprémű levegőt. Mosol? Mosolsz is? Hogyne. Júj! Oh. Jaj. Mindig szerettem a paneloknak, tudod, hogy mit így a... Van ennek a szabályosságnak egy ilyen romantikája. Nézd meg! Minden így van, be van matekolva, érted? Ez nekem nagyon tetszik, meg amúgy ez Bikásban is tetszik, bár ott amúgy nem ilyen sűrű. Este amúgy a világítás a legdurvább, az is párhuzamos telibe. Ja. Ami előtt még elkezdtem volna szövegeket írni, itt néptáncoltam. Hol? Itt ebbe. Ebbe nem? Aha. Mm. Miért hagytad abba? Mert rocker voltam. Nagyon sok rockzenét hallgattam, és a 12 éves fejem az így azt gondolta, hogy ez a kettő ez nem fér össze. Oh, shit! Yeah. Itt van velünk Lil Pump. Lil Pump feat. És így nyomja, diromsz, diromsz. Kurva isteni. Sziasztok! Mi vagyunk a Caps Lock, már csak pár nap, és megyünk és elkezdjük fölvenni nektek a nagylemezt. Rakunk majd egy csomó sztorit a stúdióból. Jönnek-mennek majd a feat-ek, a kollabok. Jók legyetek és üljetek ki napozni a munka ünnepén. Folyékony a pszichológus, kérek még 10 centit. Kártatom a kurva pofám, főleg, ha nem tetszik. Előkapom a csombozót, belállítom a padba. A kart jelez a papnak, hol lesz ma este a paktag. Garázs, gettó, fékbolyokra gyűlik már az akta, darált, amire párat is mindenki el lett rakva. Nice. Elég sok munkahelyem volt, meg elég sok helyen fordultam már, meg igazából csak akasztott ember nem voltam. Soha nem találtam meg azt a munkát, amit így szívesen végeznék életem végéig. Rapper akarok lenni, ezzel akarok foglalkozni. Hát annyira nem szeretek szöveget írni. Nyomni szeretem. Úgy is kezdődött az egész, hogy lent voltunk ott a telepen, elnyomogattunk haverokkal, stb. És akkor ment valami alap, és akkor igazából ilyen freestyle-os sztoriból jött az egész. Sziasztok, Szunyog Tess vagyok. Éppen tartok fel a híres Budapestre. Tegnap volt a első menete a versenynek, hát én tovább jutottam, de nagyon szomorú vagyok, hogy a csapatom felét el kellett engedni. Nagyon megkedveltem a srácokat. Kicsit vegyes hangulatom volt, amikor végeztünk. De hát ez van. Úgy tűnik ilyen sztárnak lenni. Most már értük, küzdök. Holnap is szintén megmérettetés lesz. Azon is izgulok már, mert azt mondták, hogy készüljünk mindennel, ami a lelkünk mélyén van, illetve egy alappal, amiben 100%-ig magunk tudunk lenni, úgyhogy miféle feladat lesz ez? Jó, ezt ebben én szújtottam két meccsen. A legelső fordításom, hogy rámezbe voltam, és bejött az Oli, és azt mondta, hogy legecíznek vele, megyem le ezt a meszt. És mondta, hogy ha tovább jutok, akkor hozz nekem egy Atletico meszt. És itt vagyok. Szeretes testben. Ez milyen vagyok? Nyilván vagyok mások. Benny! Mi volt tegnap az új ötlet? Domestos is jár. Ma a bunkó, meg a gyökér jobb. Ezerszer, de az ilyen perfekt név kb. Ja. Szóval nem nagyon kell gondolkodnotok szerintem az elkövetkező 30 évben évváltáson, de ez geci jó. Akkor üdvözlök mindenkit a McDonald's Budapest Open Mic harmadik fordulóján. 260 versenyző közül vagytok ti most itt 12-en. Yes! Yes! A mai nap párbajoznotok kell egymással. Betelezni kell. Lehet szídni a másikat, ez az egyik módja. Lehet egy teljesen más attitűdöt venni, tehát a 8 mérföldben mindannyian ismerjük azt a fordulatot, amikor magadat oltod be, és akkor így elveszed a másiktól a lehetőségét annak, hogy beoltson valami mással. A mentorok fogják eldönteni, hogy melyik versenyzőjüket küldik, és hogy melyik mentort hívják ki. Tegnap ugye említettem, hogy egy külön díjat kapott az a csapat, aki a legegységesebb, legjobb produkciót adta elő. És ez nem más, mint Kóli csapata, a pécsiek.
Ha van bármelyik őtökben egy olyan konkrét ellenfél, akire azt mondjátok, hogy tixen viszitek, tök mindegy mi van. Hát figyelj, én a szúnyog testet is, mert szerintem a ledújékat lehet, hogy ki tudom lőni, mert az én... Jó, oké, szúnyog testre, akkor lőjük ki a szúnyog test először. A kolliek kezdik, és ő, mondom, ő kijelölti az ellenfelet is. Tehát ő az egyetlen, aki nem csak a saját játéktől, hanem ki ellen. És akkor onnantól kezdve megy ide-oda passzolni, és egyre kevesebb ember marad. Azért vannak könnyebb ellenfelek, te is látod. Tudni fogjuk, hogy kinek ki a párja. Tehát tényleg lehet személyeskedni is. Én nagyjából tudom, hogy ki tud, az, aki tud freestyle-ozni, meg kinyomja jól. Na, és az a Yeti? A Yeti a Gegeik csapatában, a Ledo. Tegnap egy órán keresztül nyomtuk a Rúz kocsmá előtt, és kibaszott. Ja, Rúzba kötöttetek ki tegnap? Majd mesélek, ja. Egy kurva sztori volt. És akkor ő jól kenik? Kurva ügyes, nagyon jó. Aha. Aztán még a Darvas is tud, ugye a Caps Lockból. A Bryce Geci jó ebben. Szerintem a Mára csapata a leggyengébb amúgy. Ha nem gyengébb elenyomjátok, akkor az van, hogy simán benne van, hogy kiestek, de... Ja, csak Zoliék kellene jó, szerintem. Ja, ők parák. Mondjuk ott van a sajtség. Jajjaj, ezt ugyanazt mondtam a kollégának, hogy ez a jövőben lennék azonnal iszni. Jó víz, jó geci visszaság játék, de ez... De sajtség, de azt hogy szétszed, bazd meg, de... Jajjaj, lehet. A Nikó valószínűleg szimpátia szavazatot rohadtul kaphat, a csaj tuti, hogy rá fog mindig szavazni, ez mindig így van. Igen, ez elég. Ilyen izé, nagy faszú hülye gyerekek vagytok, szóval menni fog ez nektek, én abban biztos vagyok. Na, jó. Sallait küldjük a szúnyog testnek sok szeretettel. Yes! Sallai és szúnyog test! Oké. Én a bunkóékat küldeném a márkék ellen. Jó, Nafta az emberünk. Oké, akkor Nafta megy. Bunkómen és gyökér ellen. Bunkóék és Nafta. Jó, akkor Bence, Bullet. És legyen a Zoli csapata. Megyek ilyen. Vállalod? Bevállalom. A Bryce! Oh! Bullet és Bryce! Hát mit szólt, hogy egyszer tévük a kis csávot? Földi mert? Az easy. De egy helyről vagyok. Estőről már. Mivel egy helyről vagytok, hogy gyere, csak ide kis fél. Jó, Lekvár úgyis ízet lesz. Lekvár és ízé. Ízetlen, kapsz egy kis ízt. Kérdezzen a jobb kickbát. Legyen valami. Jó, akkor legyen a Sick Boy. Caps Lock és Sick Boy Kiddy. Yeti és Nico. Na figyelj, srácok, a battle szabályai egyértelművé teszik, hogy ebben a fordulóban egy valaki nyerhet a párbajban. Tehát a mostani létszám az megint le fog feleződni. És mi van a Gegének? Minden ember elvérzik a kóra. Hát minden ember nyer. Hát, milyen van ilyen? Akkor a Gege csak felegázsit fog kapni. Oké, akkor mostantól kezdve 3 órátok van a mentorokkal együtt, hogy felkészüljetek, és találkozunk nem sokára. Itt a bunkóék, és most kérdés. Figyelj meg. Készítsük fel a dolgot egy kicsit a kivégzésre. Jó leszel? Persze, meg leszek. Meg csiped? Valami lesz. Kis testvéremet? Mondom, hogy itt a családok nem baj, mennek. Csapja alá. Persze lesz valami. Hát van miből merítkezni, az biztos. Egy helyre jöttök, de van mindenhonnan jó is, meg szar is. Tehát azért. Jó. Jó lesz. Bam! Csupszukka, padalá! Azt a legjobb leoltani, akit a legjobb szeretem. Akkor jó, mind a ketten sírnak. Pont azt a két gyereket adtad, nagyon szeretem a színben. Ez a poénben van. Nagyon jó. Ez a legjobb. Hogy ezzel nincs barang. Nafta saját beat lesz neked? Két sajátot, ja, tegnap küldte a spanom, az egyik, az kegyetlen. Na. És párbajra is pont jó, az akkor... Az nagyon jó párbajra. Múltkor is azt csináltuk, hogy nekünk volt egyedül beat switchünk, nem tudom mi. Úgyhogy szerintem jó, hogyha kintről hozunk beatet. Elnyomod, amilyen eddig van?
Szerettem a kinézetet, sajnálom a harcot, viszont nem szeretek megbántani, bepirítom arcod. Látom fejeden lobog egy kendő, barátom, akaszd el magad, vagy aludj szépet, majd egy vasárgyon. Megkérdezhetjük-e, hogy te ki vagy? Shutdown, kék halál, keringésed kifagy. Órod meg van tömmet, szémmel vi vagy, vagy gyerek vasember. Öreg anyád, tér kalácsát, nem füves vagy gazember. Aha, és akkor kicsit ott tartasz, és egy szünetet. Ja. Nyomd. Nem lesz füves, csak egy gazember. Yeah. Orrod meg van tömve fémmel, mi vagy te egy vasember? Nem vagy füves, csak egy gazember? Még többet vágsz. Olyan, mint egy fél sort nyomnál. Orrod meg van tömve fémmel, mi vagy gyerek vasember? Nem vagy füves, csak egy gazember? Így. Jó. Jó, amúgy az jó, hogy izé elfogyott a nafta. Nyomd el és mutasd is a kortegy markert. Oké, oké. Kupákok a Mike előtt, most itt van az új akarat. Olyan helyről jövünk, ahol nem csipik a madarat. Bennük ezer kérdés, de senki nem válaszol. Hátadon a liba bőr és tudod, órá baszol. Féletnétek a jelentől, minden nap a múlté. Kiforrott a nafta flow, ez vagyok te purdé. Fújhatod a rappedet, csinált apád fújókát. Ha 20 évesen vállalod a melóban a túlórát. A végére olyat írsz, ami kettőjükről szól, vagy csak hogy a kettes kávé benne van, akkor utólag átverünk az egy... sor maximum. Az két sor, egy referénszerűség valami, és a zsűri azt fogja hinni, hogy az egészet izé neki kérted. Jó, 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 jó. És ebben meg valami izé, hogy ki van úgy, hogy az a portja, hogy jó, hogy leszorom a vérvonalad, nem érdeklődök anyád iránt, mert amit nem terjesztesz te semmit, csak a kibaszott maláriát. Mike is Notorious B.I.G. az elejére? Megcsapkodjuk a beatedet, Dani. Te írtad a beatet? Na, király. Réged oltalak most, jó? Fél négy. De itt scratch-elni tetszik az elején. Jó, oké. Ezt annyira majd magamnak. Látod, ki vagyok baszva, itt most jövök a kondiból, hogy kibasszom a kondiból, az inkó inkognitót, az én szövegem cheap. Tiéd simán olcsó, mert már hallottam, vagy száz ilyet, csak egy marad a sokból, minden haverod, gangsterbe csak kockák, mint a panelok, a mezre szükséged, ez futsz utánam, ahol a lehetőség játékos a szakban, véged van, mint a bírhes macskáknak a frakban. Márkozz meg a Dunában, adok ötletetet neki. Mossa le a lábát, ez a szőrös tapu jeti. Látom rajta, hogy nagyon elgondolkoztál azon, hogy lánylétemre hogy lehet nálad nagyobb a faszom. Édes számodra ez diabétek. Megmondom a Petra végén kisköcsök, hogy mi a véred. Geci jó. Geci jó, az meg. Nagyon jó, szép utat. A végére gazdál. Legyőzött egy lány, de tudod, ilyen csúfolós a cselekedet. Apám meghalt, és nem tudom, hogyan viselkedjen vele szemben. Megfoltozná a kabátomat, megnézni, milyen szép vagyok mesztelenül. Túl sok ember látott már mesztelenül. Szatíva meg kanyi se vesztes. Csak vesztről jöttem meg ízről, hozom a 21 ízét, meg ízleli az, aki 19-re is lapot húzott az úzok. Hívjatok hátnak a Smashből, mi felénk burger csinálnak, de belőlem nem lesz fasírt, mert a fasírba vagyunk, a faszom se sír. Na, te simény, és én fogom szívni a féret, de nem is szívom, inkább csak rád fújom a létet. Leszarom vérvonalat, nem érdeklődök anyád iránt, nem terjesztes semmit, tesó, maximum a maláriát, ha már kiár nekem egy ilyen ellenfél. Szállj a csapda felé, amiből trombit a fém. Szólj sárga lázas lárva, ha a cloud kell meg a fém. Turbina a spanomat, most biztasd, mert zz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 
Azt hagyd bent, ami közvetlen kapcsolatban van a vertekezdése. Aha. És most még egyszer. És most? Nem. Bármilyen hihetetlen ez egy párbaj, van ezzel egy párbaj, nem repeltem még lánya, egy öttét teli tárol, de ebbe... Vadul készül a csapat, a mentor alszik. Ez a magabiztosság, bazik. Azzal lehangoló, hogyha a repről van szó, újgúri gázok veled, mint fogó. A szöveged, mint lopottam, eddig tart a kokó, addig vagy csak váltal okó, de most hazamész, te hobó. De szép! És dob fejbe a mikrofonnal.
nagyon mellén, csak tudnám tesó hova. Ilyen pelhes arca reggel 8-ra nyitva az óvoda. A szövegeidet is maximumot tennék, de a szönyege játszol, én meg az óvó nénik mellén. Csak a szart hallom a szádból. Csiripeltek verebek egy ilyen nagy madárról, de én papagány csak sörétesen lövök földbe. Tiprom, mint egy csikket, utána rá is köpök. Jó, kiállásokat megcsináljuk hozzá. Faszaság. Ízeltlen ez a lekvár, mégis belekóstolnád. Nesze itt van a belenyalnál, mi van nagy magyar, te szakadt turul madárré. Mit mondasz, majd te kompenzálok, ó, ezért ordibálok, ó. Meg kornyikálok, meg kisfaszomban, meg mestruálok. Én is ott leszek majd a tegnapinál. Egyszer úgy is betérdem minden olcsó királynál. Remélem minden ízéke az ízét megszokod, mert lenyomva tartalak, de sí, mint a keszokod. Geci jó. Beszorít. Magárendezvény jó, kösz. Cuki a lány. Örség! Beadom akkor az elejéről, jó? Itt van az ország második legfaszább remtúlja. Én otthon hagytam a másik felem, hogy ne túl gyorsan offoljam a konkurenciát. Pápa szementel is látod, ilyen páratlan flow-kat ketten se produkáltok. Nem törődtek pitizel, ha a segget törlöd, akkor is azt nézed, kifigyel. Nullák ezek egyedül a duójuk is irítjel. Hogyha én írom le, tesó, caps lock, kicsivel. Caps lock, kicsivel. Itt már csak ez a hype rész van itt. Ezt csak nyomatékosítani akartam de volna, hogy tudják, hogy hol lejjük. De hogyha levágod a beatet, akkor is mondom tovább. Ez az, keci! Úri dolgotok van. Gyönyörű, tesó! Nagyon boldog vagyok. Ahogyha biztonságosnak érzed, hogy nyom fejből, akkor nem fejből. Nem, most jó. Folyamatosan elbaszom egyelőre. Ja, ez egy kb. Egy színpadi előadás. Ja. Jól vagy, tesó. Nagyon rossz a szálveszteni, nagyon bírom. Kinek lesz rossz szálveszteni? Neked lesz rossz szálveszteni a pár bajt? Hát nem, neked lesz rossz szálveszteni egy ilyen jó mentorát. Nem. Nekem nem lesz rossz, mert nem vesztem átról. Utána mindenkinek meg kell ölelni a másikat. Rap után lepacsizás, ölelés. Ez a szabály. Még meglátjuk, miket mond róla. Oké, srácok, hogy érzitek? Elkezdhetjük? Jó, akkor kérném a zsűrit, hogy fáradjon be. Sebestyén Galla, Szenikő, Ceglédi Szabolcs, Sasza, Kamau Makumi, és Bánkuti Dani. Ma rap battle lesz. Ennek a célja egyértelműen az, hogy az ellenfelek egymást szövegben, szellemességben és lehetőleg minden szempontból felülmúlják. Ma is 3 órájuk volt felkészülni, és egy-egy perc lesz rendelkezésükre a színpadon. Akkor az első 2 versenyzőnk, aki megvív egymással, az Sallai és Szunyogtes. Látod, ki vagyok baszva, én most jövök a kondiból, hogy kibasszam a koliból az inkói kognitót, az én szövegem csíp. A tiéd simán olcsó, mert már hallottam, vagy 100 ilyet, csak egy marad a sokból minden haverod. Gongszák, de csak kockák, mint a panelok. Smezre szükséged lesz, mikor futsz utána mavelok, hey. Battam ki a nyelvemen a katana, hogy haza legyen baszva a pécsi porcelánbaba, hey. A pacekot tiszta pitbull, de csak morogni tudsz, mint egy csivava, amikor felizgul. Látom a vuttonot, hé, a vinteneden láttad. A Louis élete, ez itt a Louis halála. Maradjatok drogdílerek. Ezt ne ragozzuk, unom már a rag rímeket. A homlokodra fújnék fel egy klassz kisteget, hogy ne maradjon kopasz a te klassz kisfejed. Hey. Lehet én vagyok a lány lelkű, de mire ezzel végzek, apa a róka, az rád kerül, hey. Tudod, nem lesz ebből arany, de kéne rád egy lánc, hogy a kapta fádnál maradj. Yeah, yeah. Szép volt, Szunyogtes! Sallai, gyere!
Szúnyog tesi, mégis én fogom szívni a véred. De nem is szívom, inkább csak rád fújom a rétet. Leszarom vérvonalad, nem érdeklődök anyád iránt. Nem terjeszte semmit, tesó, maximum a maláriát. Ha már kiáll nekem egy ilyen ellenfél, szája csapda felé, amiből szűrődik fény. Karodon az ezüst helyett trombita fém. Szólj sárga lázas lárva, haklaut kell meg a fém. Balra lépek, ha felzendül a kotta. Kettőnk közül úgyis engem húznak majd jobbra. Bukta, ha belém állsz, vesz prémi tesi, lesétálsz. Behúzodsz, fiokhálóval leégett az egész ház. Becsap, a 6-3 sallai meg lecsap. 7-6, idefele írtunk, gyere becsap. Turbina, aspalom, most biztasd, mert ki szerint vitte szúnyogtes ezt a kört? Ki szerint Sallai? Csávok, belekezdtetek. Nem gondoltam, hogy meg lehet fejelni szúnyogtes után, és aztán kihoztad, legalábbis egy ilyen nagyon kemény egyenlő volt nálam. Frappáns volt mind a kettő. Extra, király. Szerintem nagyon kultúráltan oldottátok meg, úgyhogy közül mégis sikerült ezért oda szólogatni. Nagyon jó volt szerintem mindkettő. Jól figyeltek! Most átélhetnek egy nigger pillanatot! Kifogy a benzin, vagy elfogyott a nafta, mi siratunk téged, hívjuk minket vagy ma. Kívánom, hogy faggassa téged a Monika, látom szemeiden, még mindig jól ki vagy. Hey. Ki vagy, mi vagy, ha nevet, ez képes rám nézek, nem látok benne életképet. Kérlek téged, hogy ne haragudj meg, benzinkútra köpésem. Jó szokásom lett, még szállítás vagy központban. Ez csak egy side projekt, max a fiókánk lehetsz. Kajádat a szájba vett, még szállítás vagy központban. Ez csak egy side projekt, max a fiókánk lehetsz. Kajádat a szájba lett. Szerettem a kinézetet, sajnálom a harcot. Viszont nem szerettek más bántani, leparítom arcot. Látom fejeden, lobogkendő barátom. Akarsz fel magad, vagy aludsz szépen majd egy vasárnyot. Megkérdezettem-e? Hogy te ki vagy? Ha, hé, kék halál, tekintésed ki vagy? Horod meg a tömve félelem, mi vagy egy vasember? Nem vagy füves, csak egy gazember. Esne ki az összes fogad, vagy én kisikálok? Kivéve, hogy egyet legyen, ami kifájjon. Hú, na végre, bunkozik a bunkó, basszál oda neki, mivel ez egy forgatófa tuskó. Sietne vagy jó? Hé, hé, ó. Még szállnál se vagy központban, ez csak egy spy projekt. Max a fiókánk lehetsz, a kajádat a szádba vett. Szállnál se vagy központban, ez csak egy spy projekt. Max a fiókánk lehetsz, a kajádat a szádba lehet. Koko Michael 5, most itt van az új akarat. Olyan helyről jövök, ahol nem csipik a madarat. Bennünk ezer kérdés, de senki nem válaszol. Hátadon a liba bőr, és tudod, jó rá baszol. Fáklyák a gyújtok a sötét erdő mélyén. De én sem tudom megmondani, hogy mi lesz a végén. Szépen lassan átéled a minden napnak szennyét. Ó, jel születhetnék a falon, csak egyszer lennék. Fenném a késeim a kamu hamis repre. Ember, én ilyen vagyok, nem maradok, vesztek. Csak egyetlen kérdése van még a fejemben. Ki csinálja laki, vagy inkább itt helyben. Tanulja más kárán, és ne fosd be a szértől. Aggasztjának születtem, és regélek a létről. Félhetnétek a jelentől, minden nap a múlté. Kiforrott a napta flow, ez vagyok te purdé. Fújhatod a repedet, dzsinátapát fújok át. Az 20 évesen vállalod a melóban a kulórát. Patkány egy élet, de legalább a miénk. A város zárják le, és legyen örök kilét. Ma megmarad a napta, mert ő maga a töké. Na haza lehet csasztázni, bunkó memek gyökér. Ha már párbaj, akkor nálatok jobban éreztem most a párbaj szellemet. Két ilyen különböző arcmodorú párbajozót éreztem, kettő vésejbe kiegyenlített volt. Kiegyenlített volt valóban, de Naftán egy picit a személyeskedést hiányolta. Nafta látszólag így leuralta a háborút, viszont szövegileg, amit én is értettem a srácokból, ott már voltak nagyon jó punchline-ok. Köszönjük szépen! Bullet! Itt Saidék voltak a kihívók. Akkor én is. Hey. Gyere! Bármennyire hihetetlen, ez egy párbaj. Van ezzel egy párbaj, nem repeltem még lányjal. Eljöttél telitárral, de ebbe belesülsz. Szerencse, hogy itt lehetsz, a szitte be se kerülsz.
A szisztel itt mindenkit megvettél a taloddal, cigi a spanokkal, és úgy érzitek nagyon raj. Tanácsolom, hogy kérje bocsánatot azonnal a mentorodtól, amiért szégyent hozol rám Madonna. Jó a rappet, csak egy mesztől kéne, de most tereztek egy éleset a vak töltébe. Ez izgalmas, mert nem tettem még fasz törpébe. Kár volt szabadságot kivenned, hogy itt lehessél. Rácián ülte istenes, alig várod, hogy kieshess. Ez ilyen test, majd megpróbálod máskor. A szöveged az bátor, de az én stílusom hardcore. Az a lehangoló, hogyha repülő van szó, úgy gurigázok veled, mint szobó. A szöveged mind lopott, azig vagy hoho, addig vagy várt a lokó, de most hazamész, te hobó. Józsefvárosi az ilyen ember tanú, főbe lőtte volna Rákosi, olyan gödörbe raklak. Sosem mászol ki, jó benne a mic, de az ilyen MC szálljon ki. Nagy a mellén, csak tudnám tesó, hova ilyen pelyes arca, reggel 8-ra nyitva az óvoda. A szövegeidet is maximumot tennék, de a szőnyege játszol, én az óvó nénik mellén. Csak a szart hallom a szádból, csiripeltek verebek egy ilyen nagy madárról. De én papagáj csak sörétesen övök, földbe tiprom, mint egy csikket, utána rá is köpök. De pinát, maximum a napi szarról láttál, ha igazából látnád, a gatyádba pisálnál. Gyere segítek, tesó, tessék, itt egy ágytál. Peste menő vagy, na de oroszlányon jártál. Leszart a madár, azért van ilyen szavaja. Plampla szájában lóg a Zolinak a fasza. Összeszakadt a gyerek az utcsos oraira. Tartunk egy temetést, béke poraira. Na srácok, én úgy érzem, hogy megérkeztünk. Az igazi battle-be nagyon élveztem. Zoliék voltak a kihívók, szóval döntsétek el, hogy ki szeretne kezdeni. Kezdjen akkor easy. Adjuk a lehetőséget a testvéremnek. Ki fiú kezdi? Csipet, de kitettivel tudnám fel is csak osztana. Most már nem magadtatjátok el, mert ez kamosztonya. Mindenkit kiakasz, csak még megvárt a tavaszt. A fiatal éveim könnyen elnyomtott te paraszt az útját. Hátrányol indítottátok el a kamaszt. Én megfogadom a fogadig, én feltolom a ravaszt. Már megfontolni kis ő lehet is. Ujjamon van alvas torkolatti tüzetjelve. Nem hiszem, hogy nagyon tarasz. Nem tudom, ki kért már férfi vázol galombot. Te avas, állasz a cégére. Ammónia savas, azt se tudod mi ez az a giz, de oktatnád. Hamarabb besorvod az a kéz, mint foghatnád. Kapja fejet ez idővel, baj toszhat rá. Észre se veszed a gyereked, az most basszál. Megteszi a gágyi, de látod egy föl használt. Észre se veszed a gyereked, az most basszál. Mert nem a pénz hajt, engem még az ösztön vezet. De nem elég, nekem képzel a te történeted. Hogyha kérsz, akkor adok, hogyha összegezed. Nem vagyok kivel erőszaknak, de tönkretesz le. Nesze itt van a belenyalnál, mi van nagy magyar, te szakadt turulmadár. Mit mondasz majd, hogy kompenzálok őt, meg a Jordi bálok, ó, meg a csordikálok, meg kisfaszom van, meg menstruálok. Ó, leki-leki vérezzel, az aki nem ennem, ha végeztél ébresz fel. Gyere, kóstold meg a legvár ízét, mondok egy jobb nevet kis újból. Gatya, olyan összeizélt, pika ugrásból szard össze magad, ilyen gender semleges szedben. Pesten felvonulásokat tartanak. Egyszer én is jobb leszek majd a tegnapinál. Egyszer úgy is betérde minden olcsó királynány. Remélem egyszer ízéke az ízét megszokott. Mert lenyomva tartalak tesó, mint a kapszlogot. Zumi! Ízével tökre tetszett az, hogy az alap után ment még egy kis akapella. Nálad legpár, meg hogy éneket is vittél be, refrént is vittél be. Szerintem tök jól használtátok az alapokat, és nagyon király volt. Caps Lock és Sick Boy Kiddy. Itt van az ország második legfaszább rap duója. Én otthon hagytam a másik felem, hogy ne túl gyorsan offoljam a konkurenciát. Pápa szemeddel is látod, ilyen páratlan flokat ketten sem produkáltok. Pesti klónja a Sick Boys, de konfolt tesó para így. Fizettek egy albumot, azt eliszik, hogy nagy a ír. Tardák olyát dobálja a Sissi Morisso. Sullivan az testénként meg egymásnak veri be a nagyit. Van aki alakít, van aki meg Kólinak gölizi. Berobban, mert nem visz téged Kóliba. Jó,
Alabama. Eska volt az, aki kisöpert őket a gyászba. Hallottam az epétek, azt elképettem. Mennyit fizettetek studiéje természetben? Kettőtök ellen is borul a mérleg, de só nem mi ez? Itt van a Keri meg a férje, de só. Itt a Velló, Gangsta Zoli nevel keretta. Egyszer lágsz a gengszet, apináljuk nedveseret. Kettő V1 sem egy, de só, vedd a szetteret. Most hívott a Pályalex, hogy még neki se kellene. Nagyra vagy, mert nagy napitizál. A segget tőled, akkor is azt nézed, kifigyel. Nálunk vagytok egyedül, túlotok is irigyel. Ha én írom le, tesó, az capszló, kicsivel. Tesó, icipicivel. Figyel, tesó, icipicivel. Iciri picivel. Icirike, picirike, picirike, picivel. Nem mondjuk, hogy kevés vagy, mint cápáknak a filetó viselni. Nyomjuk a terészed is, úgyis szegényes a szókincs. Nem kell bólincs, meg pólogass. A kóli nem ment meg, amikor átmetszük a torkodat. Tudjuk, hogy szót fogadsz. A caps locked. Két személyes hadsereg, így töltjük el a sorsodat. Engedünk a dolgodra. Iránya, iránya, irány az óvoda, a kiskacsőnk. Nem mondjuk, hogy kevés vagy, mint magyar rappen a gangsta. A mi szánkból a gancsa, a tiédből szó halandzsa. Bedobjuk a tűrölköződet, helyetted okozva, mert a tudjuk, fasztra. Hogy nagy arc van, de nem vagy velünk balanszba. Meg azt sem értjük, hogy miért téged küldtek ellenünk a harcba. Nem értjük, testvér, sajnos. Nem értjük sem. Kidi, nálad azt éreztem, hogy rohadt jó volt a szöveg, és én a beszédérthetőséggel felmerülő problémákat annak tudtam be, hogy az alap talán kicsit zsúfolt volt hozzá. Tehát nagyon, nagyon sok minden történt a háttérben, amire rá kellett rappelned. Az előző fordulóban azt éreztem, hogy rap technikában a caps lock nagyon ott van, és pont emiatt egy picit most megmutattátok egy másik oldalatokat, végére már összeállt a koreográfia és fasza volt. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük szépen! Királynő a legütősebb játékos a sakkban. Véged van, mint a gírhes macskáknak a frakban. Mártózd meg a Dunában, adok ötletet neki. Mossa le a lábát, ez a szörös talpú yeti. Leesett az állat, várjál, fölszedem, geci. Ez amúgy csak ekkora, vagy összement, tesi. Ha te lennél az egyetlen, az egész föld kereken barna, húználak akkor is minden nap a Tinderen. Látom rajtad, nagyon elgondolkoztál azon, hogy lány létemre, hogy lehet nálad nagyobb faszom. Cuki vagyok, édes számodra, ez diabétesz. Megmondom a betől végén köcsök, hogy mi a brérez. Cipeld a terhet, de a szégyen majd a fiadé lesz. Ezzel egyet értesz? Kettő darab agysejted a fejedben árván. Én meg olvasottabb vagyok, mint a baszos könyves Kálmán. Nem győzök vagy győzök, ez meggyőző talán. Szaladj haza, meséld el, hogy elvert a lány. Lá-lá. Geci, jó szétsedett a csaj, na menjem el, hogy hívják ezt a csávot, mi a neve? Kis alapot kérhetek még a hangba, beköszön. Hogy hívják ezt a csávot, mi a neve, hogy hívják? Hívj úgy, hogy Yeti, hívj úgy, hogy 21, ha köszönök neked a torkodat, meg köszörülöd -e. Minden sarkon van egy kurva szertáros, 21-es csapdája, jövök, mint a szexházhoz. Ilyen élettelen se voltam még, az életem eléggé életlen, reflektorfénybe kerülök egyszer. Mondjátok azt, megérkeztem, én a véremet adom a szarértesom. Abból fizetem az adósságot, ne kopogtassanak, mert a vérebe kavar, kiszagolják a hazugságot. Nem hazudtam soha, most az egyszer megteszem, ha kell. És a véremmel írom a falakra, felel fogadom a dicséreteket. Hogyha ki nevettek is a hátam mögött, a hátamba kérem a késeteket. Az öklöm leveg az állat fölött, mert emberek között csak állat az úr. Kikire fúj, én medve vagyok, felmászok a fára. Mézet csuprokat baszok a pofákban, fektetek fánkba. Csak fákkannak, aki fektetne, hátra dobom a faszba. Szőnyeg is iszod a talpam alatt, ma a birkozó cipőn feltörte a lábom. Tegnap a lelkem még vödörbe hánytam a papírra. Nem kell nekem a mai szatíva, mert Nikó se vesztes. Csak vesztről jöttem, meg Isztről hozom a 21 ízét, meg ízleli az, aki 19-re is lapot húzott, az úzok. Hívjatok háknak a Smashből, mi felénk burgert csinálnak, de belőlem nem lesz fasírt, mert a fasiba vagyunk, a faszom se sírt. Tovább képeznétek, de nincs mit képezni, mindent értek, részelik már a káosz magukba. Te se raknád a pénzed olyanra, akinek talpa alá csak földre futotta. Után futom már fúra pakolva, most fut a pokolba. Veletek, Gangsta, Zoli, s merebek. Veletek, pokolba, veletek. Bocsi, papa, veletek a pokol.
pokolba veletek. Gagszagzor is merebbek. Pokolba veletek. Te nyomj, te! Nyomj, aki mondja. Jó ide! Micsoda vissza! Micsoda vissza! Nagyon kemény, hogy ez a szöveget tényleg három órát ennyire bemagoltad, akkor az respekt, az nagyon durva. Nikonál, azért párszor belepirultam, szerintem elég közönséges dolgok is voltak benne, ami nálam egy picit átment egy határon, de fasza volt. Szerintem azért is különösen nehéz, mert mind a kettőtök igazából kicsapta a brét, és mind a kettőtök másban volt nagy. Nikonál, azt éreztem, hogy egy kicsit a szkijeidet nem annyira maxoltad ki, mint mondjuk akár az előző performanceban. Ilyet nálad meg azt, hogy igen, hogy rámentél arra, hogy mindent a fegyvertáratban felvonultas. Ez még nem minden. Oké, akkor a zsűri most elvonul egy órára, és meg fogják hozni a döntést. Azért is legyetek türelemmel, let's go! Ja, mindenki mocorgott, nem nagyon állt egy, senki nem lehet ezt kibírni ilyenkor. De akkor megpróbáltam, amikor ő nyomta nekem. Igen, azért mondom, hogy jól beleálltál. Tervezett volt. Én szeretem a kihívásokat, úgyhogy rögtön jogász szakra mentem. Dolgoztam is benne, de ez engem annyira boldogtalanná tett, hogy egyszer úgy mentem haza, hogy és akkor én most csinálnám azt, amit tényleg szeretnék. És vannak már ötleteid amúgy a dalírásra? Vannak, most írtam többet is, csak az a bajom, hogy valahogy nekem ez a szövegírás, ez mindig ilyen terápiás, ezért nem nagyon tudok olyat írni, ami nem nagyon keserű. Uh-huh. Tudod, mit csinálok most sokat? A mentális egészségem megőrzése érdekében. Naplót írok. Segít? Nagyon sokat segít. Olyankor ki tud ömleni az a minden, ami a fejembe kavarog, és nem fogalmazódna meg amúgy, de megfogalmazódik azért, mert leírom, és kifejtem, és általában rá is jövök, miért érzek így valami miatt. És ha nem tudsz mit írni? Nincs olyan. Mert teleírtam 4 naplót. Igen. Sok szar van a fejemben. Flóba kicsit ilyen iskolás volt a Nikó. Volt ja, egy-két jó sorá egyébként. De azért közben meg így, akárhogy is nézzük, azért tüzet gyújtott. Ja. A legnagyobb tüzet gyújtott amúgy. Tehát, hogy azért nézegettem az arcokat, mindenki az így... Pirulgatott. Nem tudom, hogy Yeti amúgy, Yeti még hova tud kifutni. Kurva nehéz dolga volt. Tehát neki elegánsan nem lehetett máshogyan megoldani ezt. Az, hogy ő elkezdjen egy nőnek beszélni, és ez amúgy tök gáz, mert normálisan ennek tudod, bele férni, csak nem férne bele mégsem. Ja. Milyen érzésre az, hogy így te voltál az egyetlen, aki egy lány ellen ment. De most nem, szexizmus. Semmi. Szexizmust félretéve, azért mégiscsak egy lányra repeltél. Semmi különbség nem volt a fejemben, őszintén, tényleg. A Yetihez húzza a szívem egy picit már, hogy ő azért eléggé megvillantotta a tárházat, és mégis egy rap versenyről van szó, és nagyon, nagyon ciki lenne őt kiejteni, amikor valaki ennyire technikás, hogy szöveg ide vagy oda. Ezért vagyok én problémában. A Nikóban sokkal több az alázat. Tehát szerintem ő sokkal többet beletenne ebbe. Ja, ez is valid. Salai vs. Szúnyog Tess. Bocs, hogy vége a neved, de csak ennyit tudtam felhozni ellened. Végén ez a... Az nagyon szép volt amúgy. Az nagy. Nálam Salai. Nálam is. Salai nagyon nagyot jött. Hát igen. Szúnyog meg maradt ugyanaz, és azt gondoltam, hogy ő kb. Esélyes lehet a végső győzelemre a csávó. Én meg még a kora miatt is a Salait mondanám, tehát hogy most neki ez ad egy löketet, ad egy olyan dolgot, amivel lehet, hogy ő sokkal jobban tud élni. Én csiport a lámpában. Ez is jó duga voltam. Még kicsit magamra vettem amúgy. Látszik rajta, te ilyen sértőzős gyereknek tűnsz amúgy is, magadra veszel. Amúgy látom, nincs olyan bizalmat, tesó, és ezek nagyon mélyen érintenek. Egy igazi rapper. Nikóék szerintem a mezőny nagy része ellen kiestek volna, ez egy jó de point. Szerintem Nafta ellen most pont nem. Azt éreztem, azt az ilyen laid back flow-t, hogy így
hogy ők aztán tényleg a Jay és Nemo Bob nem úgy harcolnak, hogy csak így... és ez tökre önazonos, de hogy azért valami hiányzott onnan, de ezért nehéz nekem a döntés. Mi voltatok nagyon mellettük, és nekem bejött a tippem, hogy elfogyott. Tehát, hogy nem lett szintlépés az előző alkalomhoz képest. Lepénye! Tovább kell lenyek, mert nekem más itt a szint, amivel te itt elhoznál más, mert ez oda verbozz meg, úgy, mint a frász, te meg mi a tetszit ugrász, te kis mit ugrász? A NAFT a szövegben... Tehát a szövegre lehet változtatni, viszont maga az attitűdön nem tudsz változtatni szerintem. Most kiírnák, hogy NAFT a koncert van, vagy Bunkóban és Gyökér koncert van, én Bunkóban és Gyökér koncertre mennék el. De Gerdsből mennél. De Gerdsből, mémből mennél el, de... Itt az a kérdés, hogy a srácoknak a karaktere az elviszi el őket. Mert én vagyok itt, hol az UV, képvisele, amit képviselek, megy a nyúvék. Nekem minden megy, BMW is jöhet, mert arra megy a köpet, arra megy, tesó a bulett fejéből a löket. Bullet Bryce az nekem egyértelmű bullet. Az van, hogy a Bryce is... Meg a végén a Bryce-nak nem volt szimpi a attitűd. Mondandóban is Bryce hozta ezt a kicsit ilyen gangsta csapatos, ilyen azért kicsit közönséges, de amúgy így... Jó volt, de a Bullet az magasabb szinten volt a rap, meg a technika is szerintem az. Jó, szép. Akkor ez egyértelmű. A következő már nem. Nekem egyértelmű volt. Én értem, hogy az ízében mit láttok, de szerintem ebben a felállásban nekem nem kérdés. Láttam, félelem éltet a grafikon lesen, nem érdekel legán csolistabra lesen, a újat hoz elsőként hitel meg lesen, mert minden nap... Én a legfár felé azért húzok, mert hogy én benne egy ilyen következő hazai így repcsillagot látok, hogyha ha nem rontja el, tehát hogy nekem... Igen, nekem... csak nem kell ennyire akarnia szerintem, és akkor össze fog jönni. Igen, talán van egy ilyen túlkompenzálás talán van benne. Én is belelátom, hogy meg tud lódulni, de szerintem akkor, hogyha egy picit lekvárabb lesz. Kiti, te hogy érzed? Szerintem faszú volt. Szerintem jó lesz. Jó volt mindenki. Fú, nekem az például egyértelmű a következő. Caps Lock Kick. Pedig én ugye nagy fan voltam az előző kérben, és nekem ez most csalódás volt. Picit túl magas volt a ló nekem, most én nem tudom, hogy azt éreztem, hogy nem jött be az attitűd nekem. Valakihez így tudsz kapcsolódni, valamennyire van benne valami, ami úgy kicsit megfog, igazából erről szól, és tökre nem fair, és az... ez van. Kama, ezt a végén szerintem úgyis kiderül, kinek volt igaza. Igen. Jó! Oké, eredményt fogunk hirdetni. Ezen a ponton szeretnék még egyszer gratulálni mindenkinek. Itt, aki már tovább jut, az már nagyon sokban múlik a zsűri ízlésén, és nem feltétlenül az itt nyújtott teljesítményének szól. Csak megerősíteném, amit a Csongor mondott, szerintünk mindannyian kurva jók voltatok, és beletettétek, amit kellett. Sem ez a műfaj, sem a zenélés, sem egy igazságos dolog, viszont a jó hír az, hogy szerintem hosszú távon meg mindenki csak saját magával versenyzik igazából. Tényleg ezt az egész versenyt fogjátok fel úgy, mint egy lehetőség, egy lépcsőfok arra, hogy mindenki fényt kapjon a magyar zenei szénában. Itt nem lényeg, hogy ki nyer, mert csak az veszít, aki abba hagyja. Szóval az első két párbajozónk Sallai volt és Szunyogtes. Kit juttattatok tovább? Az első párosból a továbbjutó Sallai. A másik két párbajozónk Bunkómen és Gyökér VS NAFTA volt. Bunkómen és Gyökér. A harmadik párbaj résztvevői Bullet és Bryce voltak. A továbbjutó ebben a körben Bullet. A negyedik párbaj versenyzői Lekvár Herceg és Ízé voltak. És a továbbjutó Lekvár Herceg. Az ötödik párbaj résztvevői a Caps Lock és Sick Boy Kiddy voltak. Sick Boy Kiddy.
És az utolsó párbajozók Yeti és Nikó voltak. Ebben a körben pedig a továbbjutó Yeti. Srácok, még egy kis figyelmet kérnék. A zsűri között nem volt olyan nagy egyetértés. Van egy hetedik továbbjutónk is. A plusz egy Vigaszágon továbbjutó pedig Szúnyogtes. Mindenkinek gratulálunk. Köszi szépen. Én is gratulálok mindenkinek, és köszönöm a zsűrinek a munkát. Tesó, nagyon gratulálok azzal, hogy jöttél eddig. És remélem hallok még rólad, bátya. Edzőben. Jól van, srácok. Elmondom, a következő körben mi lesz a feladatotok. Össze kell rakni nulláról egy teljesen új dalt. És ebbe segíteni fognak nektek a mentorok. Ezt profi stúdióban fogjátok felvenni, plusz lesz veletek egy producer, akit a mentorotok ajánlott. A dalnak a hívó szava az Így jöttem lesz, tehát minden, ami összefoglalja az identitásotokat, a közegeteket, az, hogy mit szeretnétek ezzel, honnan jöttetek, hova tartatok, ez lesz a ti arszpoetikátok, amivel így berúgjátok azt a kibebaszott ajtót. Nincs hardcore hip-hop piton, csinálsz egy műfajt, és a legjobb vagy benne. Kifújtad magad rendben? Hát, még nem érem magamhoz, Nem, hidd el, papám. Figyelj, én örülök már ennek is, hogy ennyi embert megismertél. Itt van egy ilyen faszfej, nézd meg el, itt is tettem meg el. Jó legyen, találkozunk. Sziasztok. Köszi a melótokat, srácok. Csók nektek. Sziasztok, Kalió. Sziasztok, Kó vagyok. Én fejétek tovább jutottunk a top 6-ba, ami már 7 lett. 7. Na most megyünk haza Stream City-be. Megnézzük, mi a helyzet. Ottan jövő, itt a jövők vissz, és szétkapunk mindenkit. Szóval puszilok titeket mindenkinek. Thank you.